A Határtalanul diákutaztatási program 2011-ben vette kezdetét, az első magyarországi tanulókkal teli autóbuszok pedig innen Budapestről indultak el a külhoni magyar lakta vidékekre. A magyar kormány támogatásának köszönhetően azóta több mint 300 000 tanuló szerzett örökemléket. Idén a Kazinczy Ferenc általános iskola diákjai is utazhatnak. A magyarországi Bugyiról érkező tanulók már nagyon várják a kirándulást. 16-an megyünk, kb. 2 hét múlva Erdélybe, azon belül Barótra, és nagyon várjuk az utazást. A Határtalanul diákutaztatási program évről évre egyre népszerűbb. Idén mintegy 30%-kal több pályázat érkezett, mint tavaly, mondta mai budapesti sajtótájékoztatóján Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben összesen 2219 pályázat jött be. Ez jelentős növekedés a tavalyihoz képest, illetve az előző éviekhez képest. Ezen kívül tájékoztató napokat szerveztünk meg. Az összes magyarországi megyében volt ilyen tájékoztató nap, annak érdekében, hogy a pályázatok minél sikeresebbek legyenek, minél teljesebbek legyenek, és még a pályázati időszakban tudjunk megválaszolni a kérdésekre. Az elképzelések szerint a magyar kormány által támogatott diákutaztatási program az elkövetkező években még gazdagabb lehetőségeket biztosíthat a résztvevőknek. Szeretnénk azt, hogy az eddig látogatott régiók mellé más, kevésbé ismert tájak is be tudnának emelkedni, és máshol is eljutnának magyarországi diákok. Távlati célunk az, pedig a következő években, hogy egyre inkább a határon túli magyar gyerekeket tudjuk áthozni Magyarországra programnak megfelelően, illetve nem csak Magyarországra, hanem határon túli régiók között is szorosabb együttműködést tudjunk kialakítani. A sajtótájékoztatót követően a Bugyiról Budapestre érkező nyertes tanulók egy interaktív foglalkozás mellett a székelyföldi Kelekótya együttes előadását is láthatták.